A pilóta nélküli légijárművek, a drónok alkalmazása folyamatosan bővül Magyarországon is több iparágban. A következő 2-3 évben pedig a drón technológia tömeges elterjedése várható. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója a Drónia Roadshow második napját a Széchenyi Technikumban. Mint Horváth Lajos Zoltán mondta, a szakértők a védelmi ipar mellett a mezőgazdaság, az infrastruktúra monitoring és a szállítmányozás modernizációjának csaként tekintenek a technológia fejlődésére, ezért egy olyan iskolában, mint a Széchenyi, kiemelten fontos igény van az ismeretek bővítésére. A drónok, a különböző biztonságos technológiáknak a szerepe fel fog értékelődni a jövőben. Ilyenek a kollaboratív robotok, akik már nincsenek cellába zárva, és tudnak az ember mellett dolgozni, és ilyenek a drónok is, akik gyakorlatilag a hadiparnak, a mezőgazdaságnak és egyéb területeknek pilóta nélkül megoldják a különböző feltérképezési dolgokat, és ennek a roadshow-ja érkezett el ma a Széchenyibe, melynek egyértelműen az a célja, hogy érdeklődést felkeltse a gyerekekben, és lássák, hogy mekkora nagy szerepe van a jövőben ennek a technológiának. A kétnapos roadshow szerdán pedagógus fórummal kezdődött, csütörtökön pedig a gépészeti, mechatronikai, elektronikai, informatikai ágazatokban tanulók a kibervédelem és a drónok felhasználási területei kapcsán hallhattak érdekes előadásokat kiberspecialistától és bűnmegelőzési szakemberektől. A roadshow szervezőinek célja a kibertér és a mesterséges intelligencia, valamint a drón robotika tudatosítása. Ez a 23-24-es tanévnek a második etapja. Az első etapban a Magyar Honvédséggel voltunk tájszervezésben, és ebben a fél évben ez az első állomás, és itt a rendőrséggel promotáljuk ezt a különleges feladatsort. Gyakorlatilag 5 állomásos mind a két fél év. Ez az első itt Székesfehérváron. A délelőtti előadások során számos hasznos újdonságot hallhattak a fiatalok, délután pedig gyakorlati bemutatók is várják őket mini drónokkal, szimulátorokkal és toborzóval.